és a felkerül nap országa kötet mutatóján. Mellettem ülnek a szerzők, Indriás Krisztián és Szombel Csaba. Engem Borbándi János meghívnak, én fogom moderálni a beszélgetést. Talán egy picit elmondom, hogy hogy fog struktúrálódni az előttünk álló másfél óra. Néhány bevezető szó után a Kis György Ádám és Öltözések Színháza segít bennünket a ráhangolódásra, erre a kultúrára. Utána lesz egy hosszabb beszélgetés a szerzőkkel, és aztán lesz egy kb. 20 percünk, amikor lehet kérdezni és szabadon beszélgetni a felmerülő kérdésekről. Jó? Amikor olvastam a kötetet, azért, hogy felkészüljük erre a beszélgetésre, akkor nagyon találtam egy mondatot, ami nagyon mélyen megérintett engem. Lehet hallani hátul? Az a mondat az úgy szól, hogy minden kultúra másként artikulál a létező féktelen birodalmából egy vékony köszeletet, amit aztán valóságnak tekint. És azt gondolom, hogy ez a kötet ez valahogy arról szól, hogy egy másik, a milyenktől eltérő szeretet próbálja megmutatni, miközben elég rendhagyó módon, egy olyan nagyon nyugati kultúrához kötődő gondolkodási rendszer, mint a pszichoanalízisnek a megjelenését vizsgálja a keleti kultúrában, a japán kultúrában. És azt próbálja megmutatni, az én olvasatom szerint, hogy ez a kultúra ez hogyan alakítja a saját képére ezt a gondolkodási rendszert. És ennek a mentén szerintem nem csak a pszichoanalízis, nem csak a japán kultúráról tudunk még nagyon sokat, de hogy a pszichoanalízisről is olyan dolgokat, amiket nem tudnánk meg anélkül, hogyha nem próbálnánk egy egészen más szemszögből megnézni ezt az egészet. Nektek volt azt a, miért elkezdtük a beszélgetést, volt a fejetekben egy gadameri gondolat, amivel szeretett volna fölvezetni ezt a beszélgetést és az Ádámékat. Igen, felálljak, vagy lehet az látni? Tehát az egyik az, hogy engem azt fogott meg Japánban, hogy egy olyan nemzetről van szó, amelyik hihetetlen erővel ragaszkodik a saját identitásához, és azon dolgozik, hogy artikulálja ezt az identitást, és tudjuk, hogy minden nemzet azt gondolja magáról, hogy egyedi, de valahogy a japánokra ez, mintha fokozottabban érvényes volna. Engem azt fogott meg, hogy volt egy rájuk kényszerített találkozás a nyugati kultúrával, amiből ők jól, talán jól tudtak kijönni. Még ebben is kételkednek egyesek, japán szerzők és külföldi szerzők is, hogy valóban jól jöttek-e ki ebből, de úgy gondolom, hogy mindenképpen figyelemre méltó ez a találkozás. És a pszichoanalízis meg különösen figyelemre méltó, mert egy annyira jellegzetes darabja a mi kultúránknak, a nyugati kultúrának, és amikor ez egy ennyire idegen talajba hullik, mint Japán, akkor mindenképp érdekes dolgokat produkál. Gadamerről pedig annyit, hogy Heidegger egyik legnevesebb tanítványáról van szó, akit a megértés foglalkoztatott, és többször hivatkozunk rá ebben a könyvben. Végpedig elsősorban arra a gadameri gondolatra, hogyha meg akarok érteni egy másik embert, akkor valahogyan komolyan kell lennem. A másik ember az egy autoritás a számunkra. Nem abszolút autoritás, de mindenképpen komolyan veszem, és Gadamer ezt úgy fogalmazza meg, hogy akkor jön létre a megértés, amikor az ő értelmezési horizontja és az én értelmezési horizontom összeolvad. Valami ilyesmit próbáltunk meg a keleti kultúra és a nyugati kultúra esetében. Talán még annyit fűznék hozzá, hogy ahogy a Csaba is mondta, a Japánnak nyitnia kellett a világ felé, 250 évig el volt teljesen szigetelve a világtól, és Perry kapitány rávette, hogy 1868-ban
kinyissa a kikötőket, és ekkor kezdődött ez a találkozás, újra találkozás a nyugati kultúrával, és Japán azért is érdekes számomra, mert a premodern kort egy nagyon rövid modernitás, iparosodás, és utána rögtön már a posztmodern korba találták magukat, és mindez rányomja a bélyegét a japán kultúrába, a nyelvre, mint tradícióőrző, önkifejező eszközre. Ennyit szerettem volna. És akkor átadnánk a figyelmet. Jól, pillanatok, elég furcsa érzésem van, részben ismerem a szerzőket, és valamit én is tudok a pszichoanalízisről, valami keveset, de hogy egy olyasmire szeretném önöket hívni, hogy játsszuk azt, hogy ez egy nagy erdő, ahogy itt gondolkodunk a két kultúrának a találkozására, és majd a szerzők fogják az erdőnek a közepe felé majd vezetni önöket, mi az egész erdőnek a szélén szeretnénk önökkel kicsit beljebb lépni, hogy milyen hasonlóság, milyen különbözőségek lehetnek a két kultúra között, és akkor utána ez megágyazunk talán a beszélgetésnek, egy kicsit bemelegítjük a nézőket is, meg a szerzőket is arra, hogy utána ezt felhasználva, mint egy ilyen kontextust, ebbe tudnak jobban majd a freudizmusról és a felkerülő országának a kapcsolatáról beszélni. Tehát, hogy az a, amikor mi készültünk a színészeimmel, vagy együtt, a Rögtönzsek Színházani Üveggyöngyjáték Társulatával, azon gondolkodtunk, hogy akik itt ülnek, mit gondolhatnak, milyen előképpel érkeztek, és ez egy olyan színház, aki hallott már erről, akkor tudja, aki nem hallott, akkor most mondom, hogy ez egy interaktív dolog, meg fogom kérdezni, hogy ki mit gondol az erdőnek a széléről, a két kultúra találkozásával, aztán a szakértők majd, akkor beljebb megyünk, arra is lehet majd reflektálni persze, hogy ki mit gondol erről, hogy ez a két kultúra tudott kapcsolódni? Most éppen mi történik? Milyen ennek a párbeszédnek, milyen fázisában vagyunk? Hogy vagyunk? És ebből szeretnénk a színháznak az eszközeivel valamit bemutatni, vagy persze a színészek fölállnak, és valamit így a arcukból lehet majd valamit látni, és akkor utána tudjuk majd elkezdeni, hogy mi történik bent az erdőnek a közepén. Ki az, aki ismeri a Playback Színházat egyáltalán? Páram, köszönöm szépen. Aki nem ismeri, ugye ez egy elég 75-ben indult forma Amerikából, és hogy hát történetekkel dolgozunk, azokkal a nyersanyagokkal, narratívákkal dolgozunk, amit itt most valaki majd elmesél, tehát mi nem készültünk. Ebből most, amit elmondott Csaba, a Gadameri ötletet, ezt most el fogjuk játszani egy folyékony szobor formájában, és utána lehet jelentkezni, ki mit gondol arról, hogy az ő fejében, az ő tudatában hogy van ennek a két kultúrának a találkozása, ki hol tart éppen ebben. 2-3 ilyen képet meg tudunk villantani, és utána a szerzők visszaveszik a szót, és elkezdődik a freudizmus és a japán kultúrának a párbeszéde. De előtt a két kultúrának a párbeszédét szeretnénk, és én szeretném, kérlek álljatok föl, szeretném megmutatni önöknek a barátaim segítségével, hogy hogy mondtad, mi a pontos kifejezés volt, egy nagyon szép, ez a horizont. Hogy van, Csaba? Horizont összeolvadása. És képzeljük el, mi mert annyit fantáziáltunk, hogy milyen lehet ez az összeolvadás. Most ez a változat, ez most egy nemzetközileg levédett változat lesz, ez a színháznak a gondolata, úgyhogy nem biztos, hogy ez így van, de mi azt gondoljuk, hogy ez a horizont így olvadt össze, amit mi tudunk Japánról, és mi tudunk a nyugati kultúráról, és ennek a fejünkben, tudatunkban lévő összeolvadása, aztán lehet nyugodtan azt mondani, hogy nálam egészen máshogy van ez, remélem, hogy be fog indítani benneteket, hogy önöket, és akkor tudunk erről egy kicsit beszélni. Nézzük meg akkor először ezt a horizont összeolvadást, Japán és a keleti kultúra és a nyugati kultúra összeolvadását, hiszen akkor lehet csak elkezdeni igazán egy jó szakmai vitát, hogyha ez megvan. Íme egy folyékony szobor formájában ez a horizont összeolvadás. Íme. Ti itt mind autoritások vagytok. Te is, meg te is. Hello! Szevasz!
Na, gyertek, olvasszuk már meg ezt a horizontot, mert így nem lesz semmi sem. Csak állunk itt, azt várunk az erdő szélibe. Nyílik a kapu, nyílik a kapu. De ki jön be? És ki megy ki? Ti bejöttök, na, vagy mi kimegyünk? Nagyobb energiával olvasztuk azt a horizontot! Kisáltatok meg a kilencsőrben! Gyerünk! Fogadjuk be az újra! Érezzétek, hogy megy ez! Kisáltok meg a kikötőket! Hogy lesz ez? Hogy lesz ez? Aha! Köszönjük szépen, lehet, hogy a Mosfilmnek a nyitó képjelent, de azért köszönjük, hogy megnéztétek, hát ez mindenféle átvallások lehetnek. Tehát ezt gondoljuk mi, nem gondoljuk, hogy le van védve nemzetközileg, ezt gondoljuk mi erről a horizontról. Ki gondol valami teljesen mást? Bárki szólhat, parancsolj, ott vagy ön, parancsolj, nem tudom, szabad tegeződni? Persze, hogy szabad. Aki nem szeretné, akkor jelezze, hogy inkább önöződjünk, parancsolj. Nekem két kép. Igen? Kapcsolódik össze, hogy nagyon jelképes a helyszín, ahol vagyunk, japán kávéház és a bambuszok a mennyezeten, ez az egyik. Igen? A másik pedig az, hogy volt szerencsém Japánban járni, és ami nekem az erdő kapcsán rögtön eszembe jutott, az ottani bambuszerdő, és az az iszonyatos váltás, hogy egészen más, mint az mi erdőink, hogy a nagyon világosból egy pillanat alatt jutok a nagyon zárt, nagyon sötétbe. Nekem ez a két kép jutott most eszembe, és nem tudom, hogy ezek hogyan találkoznak. Úgyhogy... Igen, egy keresztnevet is azon. Klári. Klári. És meddig voltál kint Japánban? Mi az, ami téged még ezen a bambuszerdőn kívül még hozzátesz? Egy kórusba fogjuk eljátszani ezt a villanást, ezt a képet, amit behoztál. Még a bambuszerdőn kívül még mi az, ami belillan? Hát a japán építészet. Japán építészet. Kiotónak a kolostorai. Aha. És a zenkertjei, uh-huh. A kavicskertek és azokban a nagykövek. Tehát például az egy nagyon erős kép, amiért nagyon hálás vagyok, hogy láthattam élőben. Igen, és a színházunk arról szól, hogy mi történik ott a te lelkedben, amikor ezeket láttad. Milyen uh-huh. belső élményeid voltak, amikor... Nagyon ambivalens élmények. Nagyon ambivalens. És mi volt az egyik oldal, mi volt a másik oldal? Hogy nagyon sok mindent szerettem volna látni, de nagyon kevés volt az idő. Ja, így ambivalens, nem a kultúrának az ambivalens, az időnek de az ambivalencia. De annak is. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan területet tudok mondani, amiben mindig az ambivalencia, és egy nagyon izgalmas, nagyon inspiráló ambivalencia, nem az ijesztő. Tehát, hogy ezt kihangsúlyoznám. Köszönöm szépen, akkor nézzük meg Klárinak ezt a képét a bambuszerdővel. Köszönöm szépen, hogy behoztad még ezt a képet is. Egy kórus technológiával, hogy te ezeket fantáziálhatod az erdő, a bambuszerdőnek a szélén. Íme! És a japán kávéház. És bocsánat, a japán kávéház. Igen, elnézést, itt nem említettük, ugye itt valamikor a japán kávéházban Kosztolányi és társai itt beszélgettek, tehát nem véletlenül találták ki Csabáék, hogy itt legyünk, tehát ez is talán itt van, hogy ez is még segít bennünket. Köszönjük a történetet, nézzük meg Klárinak a történetét egy kórusban. Íme! Végezd! Végezd! Ahogy a bambuszerdő. Végezd! Végezd az egyet.
Mi ez a sötét? Mi ez a sötét? Mi ez a sötét? Mi ez a sötét? Köszönjük, mit hozott vissza a te víziódból, a te bambuszerdő képedből, bocsánat, Kári, nem csak vízió, mert megtörténés volt. Most nehéz reagálni rá. Akkor majd kicsit később. Hozott vissza. Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy elmesélted. Még lehet egy gondolat, hogy ki mit gondol az itt jelenlévők közül, hogy hogy is van ennek a két, ennek a horizontnak az összeérése. Bárki szólhat még. Parancsolj. Nekem van egy élmény, én is kint voltam 2-3 hétig Japánban. Igen. És ott egy ilyen kommunikációs élményt éltem meg. Nagyon sok helyen kommunikációval eltérő élményt éltem Igen. meg. Igen. Az, hogy egy ember, amikor bemegy egy üzletbe és valamit kér, és ami nincs, akkor ő nem mondja azt, hogy nem, de közben a kezével int, hogy nem. De közben bólogat. Európai azt mondja, hogy igen, bólogatok. Ő is bólogat, de közben a kezével jelzi, és ott állunk 10 percig, és nem értjük egymást. Most van, vagy nincs. Igen. És ezt számtalanszor megértem, hogy bementünk, bólogattunk, mosolyattunk egymásra, csak azt nem vettem észre, hogy így csinálok. Igen. A keresztnevet kérlek, mondja. Judit. Mit szólnál hozzá, Judit, hogy azt játszanák, hogy a pszichodrámából vagy a lébekből azt játsszuk, hogy egy szerepcserét csinálunk, hogy te vagy az az eladó, uh-huh. és te vagy az a japán, aki ezt teszi Judittal, ezzel az európai leányzóval, hogy miért teszed te ezt, és akkor lehet, hogy ez a horizont össze tud érni, hogy ő miért? De gondolom nem azért, hogy szívasson téged, azt ebben meg tudunk egyezni, remélhetőleg, de mi lehet az ő lelkébe gondolkodása, hogy ezt tette, ami neked tök zavaró volt, értem? Tehát te vagy most ez a japán, és miért teszed te most ezt Judittal, kedves? Miért teszed, hát nem utasíthatom el. Nem utasíthatod el? Nem utasíthatom el, mert a kultúrámban, a vallásomban benne van, a sintoizmusban, ott nincs ilyen, de, ugye. Tehát nem mondhatod Juditnak, ennek nem az európai lánynak, hogy nem? Legfeljebb a háta mögött. Itt kezdődik valami, remélem, hogy ez összeérni nekünk is, hogy milyen, igen, és akkor... És hogy ezt én nem mondhatom így ki, mert engem ebben neveltek, ez az én kultúrám. Aha. Csak jeleket adhatok le, igen. ami egy metakommunikációs jel valahol, Aha. de ezt én nem tudom azt mondani, hogy nem. Aha. Mert ez az udvariasságomhoz, amikor harakirítő követel egyet, akkor is azt mondja, hogy udvariasan megköszönni az ellenségének, vagy bárkinek, és megöli őt, vagy saját magát. Most ebben a vásárlási helyzetben nem kavarjuk be a harakirítőt. Ez egy másik történet, hogy az udvariasság... nem tudjuk összeolvasztani. Igen, de? Az udvariasság az abszolút működik, és az, hogy tiszteli a másikat azzal, hogy nem mond ellen. Akkor te, mint japán eladó, azért tetted Judittal ezt, amit mert, tettél. Igen, mert hogy én ezt nem engedhetem meg. Akartál magam. Figyelni rá, vagy nem engedheted valami? Nemek vannak ebben, vagy igenek? Bocsánat. Nem engedhetem nem meg magamnak. Nem engedheted meg magadnak. Hogy én azt mondjam neki, hogy nem. Értem. Én ezt nem engedtem. Sok mindent nem engedtem. Köszönöm szépen. Akkor egy japán eladónak a történetét hallottátok, és találkozott Judittal, egy európai turistával, és mit ért át, most ezt fogjuk megmutatni a színház eszközeivel. Íme! Egy folyékony szobor formájában. És akkor körülbelül egy idő, ugye? Nézzük meg, mi történt akkor a japán eladó és Judit között. Íme! Nekem nemet.
De fura. Mit szólsz hozzá, ez történt a te lelkedben, amikor Judittal beszélgettél ezzel az európai turistával? Igen, meg jó volt meghallani a másik oldalt is, hogy életemben nem mondtak nemet. Mm. És ugye nekem se mondtak nem. Mi az a nemet? Nem megmondás. Igen, az mi? Mi az, hogy nem? És akkor kezdünk bejebb menni a bambuszerdőbe, talán még egy rövid... Hogy állunk? Ott is lehet, onnan is lehet történet bőven. Bőven lehet, amíg a szerzők is mesélhetnek el egy ilyen helyzet. Akkor hajjuk Csomát. Judit történetéről, hogy egy barátom járt Tókióban, és megy az utcán, és kérdezte egy japántól, hogy jó felé megy a belvárosba, és azt a választ kapta, hogy igen, jó felé megy, nagyon jó felé megy, tudja megfordul, és az azt fogjuk játszani, hogy egy ilyen tolmácsgépet fogunk most használni itt a színházban. Először ezt a furcsa kommunikációt, amit nem értünk, és utána nagyon is lehetett érteni, hogy elkezdett segíteni. Egy ilyen átfolyó szoborra fogjuk megcsinálni Csabának ezt a furcsa villantását, hogy azt mondja a japán segítő, hogy valami ellentétes mond, és utána végül kiderül, hogy nagyon is segít. Mehet ez? Nézzük meg, és akkor ezzel megállunk is a bambuszerdőnek a szélét, megnéztük, és akkor a bejebb majd ezek a nagyszerű kísérők fognak veleteket továbbvinni. Íme ez a furcsa helyzet a Tokióban, amikor valaki megkérdezte, hogy merre is kell menni, jófele megyek-e, és ez történt az ő lelkében. Íme. Minden út Hans? Jó út. Hans? Minden út el fog vezetni téged. Ezt már megint láttam. Ezt már egyszer tudtira lát. És az biztos, hogy eléd kell, hogy kerüljél, hisz arra visz az utat. Menj! Menj! Ne állj meg! És most nem értem. Mindenképpen megyek idegen. Megyek körbe-körbe, vagy most jó irányba, megyek menj. Most ugyanaz a házak ide. Hogy friss kenyeret kapjon. Eltérjük hát a pára, az se friss magamos kenyér. Úristen! Ez egy jó váltás, hogy akkor itt át tudjuk adni a bambusz erdőnek a közepe felé járunk. Kicsit már beljebb haladtunk, ott már még azért világos, majd lehet egy kicsit sötét, majd meglátjuk. És akkor visszaadom a szót a szerzőknek és a Borbándi Jánosnak, és akkor halljunk a pszichoanalízisről és a japán kultúráról. Hát először is köszönjük a Rögtönzések Színházának a felépést. Azt gondolom, hogy elértétek a célotokat, fölborítottátok az előre előző struktúrát. Igen, azt akartam. Mert egy másonnal szeretik volna indítani ezt a beszélgetést, de ez utóbbi két kép nagyon közel hozott minket, azt hiszem, az AME fogalmához. Szóval, hogy tudnátok valamit arról mondani, hogy hogyan érthetjük meg ezt a furcsa kommunikációt, ezt a zavart, hogyan tudjuk fölkompenni? Azzal kezdeném, hogy volt egy Doi Takeo nevű japán pszichoanalitikus, aki szeretett volna egy japán kultúra specifikus mérélektant kidolgozni, és arra felfigyelt, hogy vannak olyan japán szavak, amelyeket nem lehet igazán lefordítani, vagyis valamennyire le lehet fordítani, de egy csomó jelentés rétege elvész. És ilyen volt az amae, ami egyfajta elkényeztetett
regresszív állapotot jelent, amiben el van várva, hogy szeretve legyek, hogy dédelgetve legyek, hogy szavak nélkül ráérezzek, ráérezzen az illető arra, hogy nekem mi szükséges, amiben nem igaz az a mondás, hogy néma gyereknek anyja sem érti a szavát, hanem inkább az igaz, hogy mindent zsigeri szinten lehet kommunikálni a másik felé, és a másik ráérzéssel, egyfajta empátiával, egyfajta mentalizációval meg tudja fogalmazni, és tud tenni is annak érdekében, hogy a másik személy mire vágyik. Hogy valahogy, ha jól értem, akkor ez az amaja, ez egy olyan helyzet, ahol a self és a másik határai átjárhatóvá válnak, sokkal átjárhatóvá, mint ahogy mi megszoktunk a mi kultúránkban. Hát igen, mert az is egy feltételezés, hogy aki a pszichoanalízis ismeri, van a Mahlernek a szeparáció-individuáció fázisa, hogy ez állítólag több japán analitikus úgy gondolja, hogy ez a japán szocializáció során nincs ilyen formában, tehát hogy az ego sokkal inkább egyfajta ilyen, ahogy Csaba is mondta, hogy horizont fúzióban van. Amikor olvastam a könyveteket, akkor találtam benne egy részt, ahol arról írtok, hogy ugye amíg a nyugati gondolkodás úgy teljesen alapvetően érzi azt, hogy megszületik a csecsemő, és akkor onnan egy fokozatos leválás történik az anyától, addig az Japánban valahogy másképpen gondolkodnak erről. Azt írjátok, hogy ha megszületik a csecsemő, akkor az egy törés, az egy eltávolodás, és az anyának utána a dolga, hogy létrehozza a függést, amit, és ezt már csak én teszem hozzá, azt feltételezem, hogy valahogy ez a kollektivista szelfbe, egy kollektivista társadalomba való beilleszkedésnek a feltétele, vagy hát legalábbis megsegítője. Igen, és ehhez kapcsolható a japánok által nukleáris komplexusnak, mint az Ödipusz komplexusnak az analógia, a Ágyase komplexus, aminek a vége az, hogy az anyját gyilkos indulatokkal megtámadó hercegnek a testét fekélyek borítják, az anya őt ápolni kezdi, megbocsájt neki, és kétféle bűntudatot él meg, először egyfajta üldöző bűntudatot, ami azonos az ödipális bűntudattal, és egyfajta ilyen jóvátevő bűntudatot, a megbocsájtott bűn után érzett hálát és egyfajta függőséget, és itt jelenik meg újra az amáje, hogy az anya és a fia közti kapcsolat az egy életen át nagyon mély, és nyilván, hogy már nagyon sokat változott a japán társadalom, de nagyon sokáig egy ifjú hölgy ugye arra készült, hogy majd beköltözik a férje házába, és a férje sokat fog dolgozni, ő meg megpróbál az anyósnak a kedvére tenni. És az anyósnak a véleménye, vagy amit ő képvisel, az mindig felülírja a feleségét. Nyilván, hogy ez 2018-ban már nem így van, de ez mint kulturális mintázat létezett. Mondhatnék, kérés, mi elszóltad a hajró? Lehet így hallani, vagy mikrofonban? Hát, hogy az amai az egy olyan, például vegyük egy olyan helyzetet, hogy én dolgozom a munkahelyemet, Japánban, és utána elmegyünk a főnökömmel szórakozni, vagy elmegyünk kiszolgatni. És akkor az a nagyon szigorú hierarchia, hogy én alá vagyok rendelve a főnökömnek, annyira megváltozik, hogy elkezdek úgy viselkedni, mint egy kisgyerek, aki olyanokat enged meg magának a főnökkel szemben, ami teljesen elképzelhetetlen a munkahelye. Hát az amai az egy olyan bizalom, hogy ezt el fogja fogadni a szenior, a főnökön vagy, aki szenior pozícióban van hozzánk képest,
másfelől meg egy olyan vágynak a kérése, hogy teljesen úgy tekintek a főnökömre, mint aki kielégíti az én érzelmi szükségleteimet, szóval valami ilyesminek képzelem az a mai. Ezt te hogy gondolod? Igen, mert azt sokan mondják, hogy... Ezt az asztalt nem lehetne kicsit alig fölni, nem kell, hogy szorongjunk. Sokan mondják, hogy a japán társadalom hierarchikus. Hangosan beszélni, hogy sokan azt mondják a japánokról, hogy nagyon ilyen hierarchikus felépítésű a társadalom, ami valóban igaz is, de a hierarchiában felül lenni az nem csak annyit jelent, hogy fölötte állok valakinek, hanem gondoskodom is róla, próbálom megtalálni azt, hogy mire van szüksége, mi által tudja az én beosztottam megvalósítani önmagát, hogy tud előre haladni, és ez is tulajdonképpen ez az amai jellegű kapcsolat. Még az amai az érdemes visszamenni még egy kör erejéig, hogy ugye minden kultúrában úgy van, hogy a csecsebő az teljesen természetes módon várja el az édesanyától, hogy minden szükségletét kielégítse. Na most az amai az azért érdekes, mert ez a fajta vágy és ez a fajta bizalom a felnőttek részéről jelenik meg. Egy olyan társadalomban, amelyik egyébként nagyon szigorú, hierarchikus, még akkor is, hogy ilyen gondoskodó a tekintély, hát egy nagyon érdekes képződmény. Hogyha jól értem azt, amit mondtok, ez a kép, amit itt láttunk, ez egyfajta amely. Lehet hallani? Nem. Akkor egy kicsit hangosíts föl, csak én vagyok a hangtechnikus. Hogy valahogy az amaének valami megnyilvánulását láttuk itt az Ádámék előadásában, hogyha jól értem. Nem, miért? Mire gondolsz? Hát én azt képzelem, abból, amit ti mondtok, hogy mondjuk ebben a helyzetben az eladó valahogy ezt próbálta kifejezni, az elfogadását, a befogadását próbálta kifejezni a vevőnek, vagy a te barátodnak, aki kereste az útját. Én úgy képzelem, hogy nem. Én úgy képzelem, hogy az eladó nem akarta megszégyeníteni a vevőt. Az eladó úgy érezhette, hogy azt mondom, hogy itt nincsen az a termék, amit te keresel, akkor rávilágítok arra, hogy te egy inkompetens vevő vagy, mert tévesen feltételezed erről az áruházról, hogy te hogy ezt hogy gondolod? Abszolút ezt gondolom. Én soha nem éltem ott, Krisztián pár évet ott lehúzom. Szóval az van, hogy felállom hajadni, hogy van Japánban egy speciális szociális fóbia, amit úgy neveznek, hogy Taijin Kyofusho, aminek az a lényege, hogy nem attól szorong a szociális fóbiás, mint a mi szociálfóbiásunk, hogy zavarba jön mások előtt, lámpalázas mindig, hanem attól fél, hogy zavarba hoz másokat. És hát nagyon érdekes, mert egy sráccal, egy jogász hallgatóval beszélgettem erről, aki ezzel küszködött, és ő azt mondta, hogy tulajdonképpen azzal volt neki gondja, hogy nem tudta megfelelően használni az udvarias nyelvezetet, meg ahhoz nem értett, amit kejimének neveznek, hogy belője, hogy a másik a hierarchiába hol áll, és hogy attól félt, hogy a nem megfelelő viselkedésével zavarba hoz másokat. De egyébként ez, amit elmondott a hölgy, a nemet mondás, Judith, bocsánat, ez velem is megtörtént, kb. 3 hete voltam
Japánban, tehát nagyon keveset tudtam még japánról. Bementem egy ápis jellegű boltba, és bélyeget kértem. El tudtam japánról mondani, kite wa arimasu ka? Van egy bélyeg. És akkor elkezdett a lány így remegni, és így meghajolni, és azt mondta, hogy csotto, ami azt jelenti, hogy egy kicsit. Még egyszer, hogy már tudod, ezt a mondatot el tudom mondani japánul. Te várj, maszkál, akkor elkezd izzadni. És akkor harmadjára is megkérdeztem, akkor hátrált, és kioszta az üzletvezetőt, és ketten hajlunk, hogy izzadni azt. Mert hogy nem volt bélyeg? Nem volt bélyeg. Nem volt a bélyeg. De hogy a könyv az nem egyszerűen a japán kultúráról szól, hanem a pszichoanalízisről Japánban. És hogy talán érdemes lenne onnan elkezdenünk, hogy hogy is került a pszichoanalízis Japánba egyáltalán. Én nem vagyok hátul, csak azért. Hogy milyen helye van, vagy egyáltalán hogyan került, történetileg hogyan került a pszichoanalízis Japánba? Hát kezdhetem. Volt egy Kosszava nevű úriember, aki már Japánba tanulmányozta valamennyire a pszichoanalízist, és elment Bécsbe, Freudhoz, és bekopogott a Bergasse 19 szám alá, mondta, hogy ő analitizisba akar járni, meg erről akar tanulni. És akkor a Freud mondta neki, hát, hogy nem nagyon tudta kifizetni az én óradíjamat, valaki ez elküldte egy kevésbé neves analitikushoz, de megint ostromolta őt, hogy neki van egy teoretikus ilyen ötlete, hogy a japán kultúrában nem az Oedipus komplexus lenne, hanem az Ajase komplexus. És Freud ezt is hagyd már, ez nem... Szóval neki az ő teoretikus építményének az alapköve az a univerzális Oedipus komplexus volt, és nem nagyon tudott mit kezdeni azzal, amit Kosszava felajánlott neki. Igen. Én ehhez még hozzátenném Ajase-nak a történetét. Ugye ez nagyon érdekes, ez egy olyan mítosz, egy buddhista mítosz, amit Japánban sokan ismertek ebben az időben, és arról szól, hogy egy királyné nagyon vágyik arra, hogy gyereke legyen, és meg is jósolják neki, hogy gyereke fog születni, mégpedig a közeli erdőben él egy remete. És amikor a remete meghal, akkor a remete lelke újjá születik az ő mélyébe. És a királyné türelmetlen, elmegy az erdőbe, és megöli a remetét, hogy hamarabb megtörténjen ez az újjászületés. És a remete megátkozza az utolsó leheletével, és azt mondja neki, hogy én újjászületek a te méhedben, és meg fogom ölni a férjedet. És ezek után egy nagyon erős félelem jelenik meg ebben a királynéban, és többször megpróbálja megölni a magzatot, majd a csecsemőt, de végül ez nem sikerül neki, és amikor felnő ez a királyfi, felnőttként megtudja, hogy milyen dolgokat kísérelt meg vele szemben az anyja, akkor ő kezdi az apját bezárja egy ilyen sötét szobába, a palotában, egy tömlözbe zárja, és úgy dönt, hogy éhen fog halni az apja, nem ad neki enni. Az anyja viszont rendszeresen látogatja a királynét, mégpedig úgy, hogy bekeni mézzel a mellét. És az apja lenyalogatja róla ezt a mézet. A királyfi erről nem tud semmit, nem érti, hogy lehet, hogy még életben van az apja, és amikor az egész kiderül a számára, na akkor kivégezteti az apját, a királynét pedig elzárja. És hát ez egy szörnyű történet eddig, de innentől jön a happy end, hogy végül is kibékülnek, és nagy szeretetben élnek, és a királyfiből egy nagy király lesz, egy nagy uralkodó. Tehát hasonlítsuk ezt össze Oedipusznak a történetével, és akkor valamit megértünk a két kultúrának különbségéből. Az egy fontos rész, hogy nem csak ő börtönbe zárja az anyját, hanem le is akarja szúrni a kardjával, de akkor megakadályozzák a szerzetesek, meg a
udvarnak az orvosa, mondván, hogy olyan már volt a történelem, hogy valaki megölte az apját, de az anyját csak egy nagyon alacsonybeli kasztból való képes megölni. És azért érdekes ez a történet, mert más, mint az Ödipusz, vannak benne hasonló elemek, majd mindjárt visszatérek erre is, de ez a Jodo Shinshu tiszta föld buddhizmushoz tartozó szutra. És ugyancsak a Jodo Shin szutrák között van a Daitennek a története, ami meg szinte egy az egyben az Ödipusz történet, mert elhajózik az apa messzire, a fia összejön az anyukával, mikor hazajön az apuka, akkor valahogy megöli az apukát is, meg az anyukát is, meg még egy szerzetet is, aki el akarja ezt mesélni másoknak, hogy milyen rettenetes dolog történt. De nem ezt választotta, hanem egy más történetet, mert hogy épp ezt akarta szerintem Kosawa, hogy egy Japánban ismert mitosz legyen. Tehát nehogy már azt mondják a japánok, hogy az ilyen tudattalan a mélyében egy görög mitosz munkál, az Ödipusz nem is hallottunk eddig róla. Tehát elég volt már a sok nyugati kultúrából, ami jön be, ahogy a színházban is mutatták így, hogy jön be az ablakon. Tehát egy valami kultúra specifikusat szeretett volna. De ha jól értem, akkor egyfajta szembeszegülés is volt rajta. És azt is mondta ezzel, hogy az Oedipus mítosz az nem írja le a japánok lelkét, ebben a kultúrában másképp fejlődik az én. Freud azért annak idején erről már tudott ezt azt, mert Bronislav Malinowski, a lengyel származású antropológus, azt hiszem, hogy Trobriand szigeteken kimutatta azt, hogy vannak preödipális vagy maternális társadalmi berendezkedések, és hogy a Oedipus komplexus az csak egy a sok nukleáris komplexus közül, és tulajdonképpen Rohan Gézát, a magyar antropológust, ezért küldte el Francia Polinéziába, meg Ausztráliába a Freud, és hívják a hercegnőt, Bonaparte támogatta, hogy mutassa ki az Ödipus komplexusnak az univerzalitását, és Rohan ki is mutatta, ő mindenütt megtalálta ezt. És úgy is, hogy nem is ismerte ezeknek az embereknek a nyelvét, de ő valahogy úgy mindig általált. De hogy mit mondott erről Kosawa? Hogy mit árul el a japánokról ez a mitosz? Azt, hogy amit később egy Kenji Otsuki is kidolgozott, egy Senmei Unseki, tehát egy életútanalízis, hogy a japánokra jellemző a harmonikus konfliktus állapota. Tehát nem úgy, hogy ugye az Ödipusz történetnek az a vége, hogy Ödipusz mikor rájön az incestusra, megvakítja magát, az anya felakasztja magát, szóval mindenki meghal vér. De náluk, mint ahogy Csaba is mondta, hogy végül béke van és összeolvadás a horizontoknak, a szelfetnek, és harmónia van, ami azért is érdekes, mert a második világháború után a japánoknak nagyon fontos volt, hogy a Bushido lelki átvegye a harmónia, a béke, a vá. És ez nem is olyan dolog, mert régen is már egy japán úgy hitták, hogy vákokú, tehát a harmónia vagy béke országa. És a második világháborúnak ez a pacifista diskurzusába nagyon jól beillett az állítás. Második világháború utáni időszak. Szóval azon töprengtem, hogy ez a mítosz is valahogy rávilágít erre az individuális versus kollektív szelv élményre. Ami engem nagyon foglalkoztatott végig, amíg ezt a könyvet lapozgattam, azt hiszem, hogy én nagyon sok mindent megértettem a fejemben ezzel, hogy hogyan láthatja a világot egy japán, de valójában igazándiból nem tudtam átérezni. Azt gondoltam, hogy ez egy borzasztó nehéz ugrás, hogy az ember valahogy a lelkében meg tudja hozni azt a látást, hogy át tudja élni egy másik embernek a létezés módját. Mert úgy képzelem, hogy egy ilyen ember, akkor vagy egy japán, egészen másképpen éli meg magát. Hogy tudnál ebben egy kicsit segíteni? Hogy lehet ezt elképzelni? Az én élményt, mondjuk egy japán én élményét. Mielőtt erre válaszolnék,
azt szeretném azért kihangsúlyozni, hogy Japán nagyon sokat változott, és Japán nem egy homogén kultúra, hanem egy heterogén kultúra. Nagyon sokféle ember él ott, vannak kevésbé individualisták, mások, akik inkább ilyen csoport identitásba tartoznak. És azt is elmondanám, hogy Hofstede, aki az IBM-nek a pszichológusa volt, és ő egy ideig azt állította, hogy a japán kultúra a legkollektivistább kultúra, ami csak létezik, már ő is ezt cáfolta, mert például Dél-Amerikában ennél is jóval kollektivistább kultúrák léteznek. És nagyon fontos azok a kutatások, amelyekről Fülöp Márta ír, hogy a közösségi léten belül is van versengés, rivalizáció, de ez nem jár együtt hosztilitással, tehát ellenséges érzésekkel, hanem egyfajta ilyen kölcsönös megbecsüléssel, és ezt úgy nevezi a Márta, hogy az együttműködés égisze alatt versengenek. Míg a nyugati kultúrákban, és ez a magyar kultúrája is nagyon jellemző, hogy a versengés az ellenséges érzésekkel is jár. Egy pillanatra még vissza lépnék erre a Lajosze mitoszra. Volt egy rész, ami engem nagyon megfogott ebben a történetben, ami még nem hangzott el. És ez valahogy az, hogy miután ez a herceg le akarja szúrni az anyját, és megöli az apját, borzalmas bűntudat keríti hatalmába, és ennek a következtében bűzlő fekélyek borítják el a testét, és évekig ezekkel él, és senki más nem tudja megközelíteni, csak az anyja. Csak ő tudja ápolni. Senki más nem bírja elviselni a szagát és a látványát ennek a tulajdonképpen azt mondhatjuk szerintem a mi fogalmainkkal, hogy egyfajta lelki eredetű, pszichoszomatikus betegséggel küzdő embernek. És valahogy, hogyha jól értettem a történetet, akkor ennek a gyógyulásnak és a gyógyításnak a mentén jön létre ez a harmónia, ami aztán az eredménye lesz ennek az együtt töltött időnek. És valahogy ez a momentum nekem azt mondja, hogy az anyának itt sokkal nagyobb, sokkal erősebb szerepe van a szocializációban, mint mondjuk azt itt megszoktuk, vagy amit gondolunk arról, hogy többé-kevésbé kényelmített a szerepe. Egyrészt így van, másrészt meg nagyobb szerepe van annál, mint amit Freud képzel. És Freud irreálisan lebecsülte az anya szerepét a nevelésben. És akkor jött a Budapest iskola, magyar pszichoanalitikusok, Bálint Mihály, és akkor egyre inkább egy reális képet rajzoltak a csecsemőről. Egy duál unióban van az anyával, és akkor Bálint Mihály ugye azt mondja, hogy Freud úgy képzeli, hogy a csecsemő az egy ilyen szolipszisztikus univerzum, és az elsődleges narcizmus állapotában van, egyáltalán nem érdekli más az ő testén kívül, és akkor Bálint rávilágít, hogy nem. A csecsemő az elsődleges szeretet állapotában van, vagyis azt akar, hogy őt szeressék, ő nem tud szeretni, ő elvárja, hogy minden vágyát kielégítsék, és akkor azt mondja Bálint Mihály, hogy van egy japán pszichoanalitikus, akit úgy hívnak, hogy Doi Takeo, és pontosan ezt a jelenséget érje le, felnőttek esetében az amaéval. Ez egy nagyon érdekes dolog, szerintem a pszichoanalízis története szempontjából is. Bálint hivatkozik a 1968-ban már hivatkozik. Kapcsolatba kerültek egyébként? Hát ő Okinogival találkozott egy tanítványával, Doi Takeónak. Az a szomorú ebben a történetben, hogy amikor Bálint a 30-as évek végén kirúgkol ezzel az elmélettel, akkor még nem ismeri se a Koszava helyszakúnak az adjaszer komplexusról szól elméletét, ugye Doi Takeo ekkor még nem fogalmazza meg a damai elméletét,
De később, a 60-as évek végén már hivatkodik a japán pszichoanalitikusra, bármint. Hogyha a pszichoanalizisra gondolkodunk, különösen Bálintról, akkor nagyon közeli asszociáció a pszichoterápia. Nem csak a pszichoanalizis elmélete, hanem hogy a pszichoterápia tevékenység, hogy vajon ebben a kultúrában, ebben a gondolkodásmódban hogyan jelenik meg a pszichoanalitikus terápia, a pszichoanalitikus átteli terápia? Az egyik nagyon fontos dolog, amiről mindketten beszéltetek már, hogy az anyukának, az idáikének a meggyilkolása, a próbálkozása után ezek a királynő idáike, a Bimbaszára királynak a felesége, fekélye borítják, rucsukor, úgy hívják ezt a betegséget, anyuka, ahogy mondtátok, ápolja, és utána egyfajta ilyen bűntudattal színezett lekötelezettség, tartozás érzés, lelkiismeret furdalás, a destruktív önállóvá válási érzések miatt, és hogy ez szokott fókuszba kerülni, az anyáról való leválás, vagy pedig, ha ez nem megy, akkor az anyával való ebben az ámályes színezetű kapcsolatban ilyen együtt létezés, együtt. Tehát egyfajta, ahogy mondta is az Otsuki Kenji, egyfajta harmonikus konfliktusnak a fenntartása. De ehhez hozzátenném, hogy vannak japán kultúra specifikus terápiák, pszichoterápiák, amik pontosan erre a hála érzésre építenek. Ezt Naikannak hívják, ez is a Jodo Shinshu buddhista irányzathoz köthető, aminek az a lényege, hogy felismerni azt, hogy mennyi mindennel tartozunk a világnak. Annak, hogy mi itt lehetünk, hogy ezt az épületet valaki felépítette, hogy valaki megszervezte ezt a könyvbemutatót, azt, hogy valaki bevezette ide az elektromosságot, könyveket hordozott fel, elhozták ide a üveggyöngy színházat. De hogy ez a tartozás, ez felmenőtt, tehát ugye egy ősöket tisztelő kultúráról van szó, mindenki felé tartozok. És ahhoz képest én milyen keveset tudok visszaadni. Tehát ez egy japán pszichoterápia. Vagy van a Morita terápia, ami meg arra összpontosít, hogy elfogadni azokat a dolgokat, amiket nem lehet megváltoztatni. Arugamama, mondják japánban. Amikor napjainkban pszichoanalízisről beszélünk, akkor ugye hát már régen nem a freudi elképzelések értjük alatta, beszéltük szerpszichológiáról, tárgykapcsolatelméletről, mentalizációs elméletekről, számtalan dologról. Ezek különböző irányzatok, különböző megközelítései, persze mindegyik kapcsolódik a freudi alapokhoz. A Japánban melyik megközelítés, melyik irányzat vert gyökere? Mihez tudnak igazán kapcsolódni? Ami kulturálisan és akadémiai szinten nagyon erős hátszeret kapott, az a jungiánus irányzat. Pont beszéltünk Shirai Shikatsu úrral, a Kawai professzorról, aki a kormánytól megbízotti szerepet kapott, hogy a nyugati kultúrának pszichoanalitikus fogalmak segítségével magyarázza el a japán néplélek mienségét. És de tulajdonképpen a minden irányzat valamennyire jelen van. A lakáni irányzat is nagyon erős hátszeret kapott, főleg azért, mert a nagyobb városokban lévő francia intézeteken keresztül rengeteg lakáni kiképző érkezett. Hát azt gondolom, hogy a legtöbb analitikus, mint talán ahol itt is eklektikus nézőpontban gondolkodik, de azért tudják azt, hogy vannak bizonyos érzelmi vagy ilyen tudattalan működési mintázatok, amik nagyobb valószínűséggel a japán kultúrából megjelennek, vagy másképp kell őket kezelni, értelmezni. Tehát egy anya-fia közötti összefolyást, azt nem feltétlenül kell patológiának mondani, mert ez kulturális megerősítés nyer.
a könyvetekben. Ez egy kicsit azért is kérdeztem, mert hogy a könyvetekben kiemelt szerepet mutattok a lakáni analízisnek. Azt mondjátok, hogy azt tudjátok, hogy valahogy a japán nyelv és az írás sajátosságai miatt, hogy van egy nagyon sajátos átjárhatóság a lakáni gondolatok és a japán pszichológus között. Japán, ma kétszer is járt lakán, és vannak, akik azt feltételezik, hogy a híres teóriája, hogy a betű instanciája a tudattalamban, az a japáni tapasztalatai során fogalmazódott meg benne, de a lényege az, hogy a lakáni analízisben nagy hangsúlyt fektetnek a homonimákra, az azonos hang alakú szavakra. És mivel a japán nyelvnek az egysége nem a betű, hanem a mora, korlátozott számú kombináció létezik, és nagyon sok a homonima, azonos jelentésű szó. Ezeket ugye Freud wortbrückének, szóhidaknak nevezte, hogy van egy olyan, van egy tudatos jelentés, de van egy másik jelentés, amire az illető nem gondolt, de az megmutat valamit a tudattalanyából. És ezért a homonimák miatt azt mondják, hogy minden japán potenciálisan egy ilyen rejtett lakaniánus, mert folyamatosan elemzi ezeket a azonos hangot. Mondok egy egyszerű példát, és ezzel el is zárom, hogy a számítógép billentyűzetén először római betűket írunk be, akkor ebből hiragana, katakana ilyen szótagírás jelenik meg, és utána előugranak azok a kanjik, kínai írásjelek, amit az a hangsor jelölhet. És egy hangsornak lehet akár 60 jelentése is. Tehát épp az előbb Katsu-szánnal beszélgettünk, és egy japán nevet említettem, és rögtön megkérdezte, hogy milyen kínai írásjelekkel írják ezt le. Mert hogy a shin volt az egyik, bu a másik, és ez millió dolgot jelenthet. Nem millió, de sokat. Idéztek egy részletet a könyvben, egy analízisből, amivel demonstráljátok, hogy mennyire mennyire alapvetően szükséges a kanji ismerete ahhoz, hogy a Japánban analízist lehessen folytatni, hogy a tudattalannal lehessen dolgozni. Azt gondolom, hogy ezt felidéznétek, az sokat megmagyaráznám, hogy közelebb hozná ezt a részt. Ez nagyon nehéz lesz megérteni, aki egy kicsit tanult már japánul, az fogja érteni, hogy úgy vették át a japán írást, hogy először hangzás alapján, és a kínai írás hangzás alapján vették át, és utána meg jelentés alapján. És ezért a legtöbb kanjinak, tehát kínai írásjelnek a japán nyelvben két olvasata van. Egy onyomi és kunyomi, de sokkal több olvasata is lehet. És hogy egy analitikus, miközben beszél a páciens, ezeket a olvasatokat, illetve a mora írással is leírható van, női írás, férfi írás, ezzel kapcsolatos többletjelentéseket, vagy más jelentéseket, illetve a kanjinak a gyökeit, amiből felépülnek ezek a... Tehát ezek is szolgálhatnak többlet információval a tudattalan működéséről, tehát a nyelvi tudattalan működéséről. És hogy ezzel is próbálták a japánok alátámasztani azt az úgynevezett Nihon Jinron eszmét. A Nihon Jinron az a japán unikalitás mozgalma, hogy a japán nyelv mennyire különbözik más nyelvektől. Van egy ilyen részben hiedelem, de van is benne valami, hogy egy külföldi megtanulhatja ugyan szinte tökéletesen a japán nyelvet, de a japán nyelv mögött rejlő gondolkodást, meg mentalitást, meg lelki habitust, azt úgyse tudja egy külföldi megtanulni. Hát, hogyha jól értem, akkor mondjuk egy analitikus munka során a felmerülő tartalom asszociációs mezejébe bevonódik mindaz a elmondatlan és kigondolatlan tartalom is, amit a kanji többletjelentése nyújt, amik tartalmilag elvileg nem is tartoznának ahhoz a szöveghez, amit mondjuk ott elhangzik. Igen, pontosan. Hát ugye a pszichoanalízisnek az egyik legvonzó tulajdonsága az, hogy
az értelmet. És amiatt, amit Krisztián elmondott, hogy kínai írásjeleket vettek át, meg más okok miatt is, az értelmezés a sokkal több lehetőséget kap Japánban, mint mondjuk egy latin ABC-t használó nemzet esetében. És persze ezzel élnek a japán pszichoanalitikusok, és valóban hozunk fel konkrét eseteket a könyvben, de a Lacan talán egy kicsit vissza is ér vele. Ugye Lacan az az értelmezésnek a virtuóza, és akkor ő úgy gondolja, hogy na most végre itt van egy nyelv, és akkor mindenféle értelmezési bravúrokra ad lehetőséget. És például kijelenti azt, hogy a japánoknak nincsen szükségük pszichoanalízisre, tehát ilyen túlzó kijelentései is vannak Lacannak. De az alapja az egy valós dolog, hogy az írás jelek miatt sokkal nagyobb a interpretációs lehetőség, mint a latin írás jelek esetében. Lassan közeledünk ahhoz időhöz, amikor kinyitjuk a beszélgetést. Én még egy dolgot szeretnék volna ide behozni. Az nekem egy nagyon nagy erénye volt ennek a könyvnek, hogy nem csak a japán pszichoanalízisről szól, nem csak a japán kultúráról, hanem mindenről egyben. Tehát, hogy valahogy amikor olvastam, akkor azon keresztül, ahogy bemutattátok, hogy hogyan fejlődött a pszichoanalízis Japánban, nagyon sokat meg lehetett érteni ennek az országnak a régmúltjáról, és még többet a második világháború utáni történelméből. Mert hogy mindenféle funkciói vannak többek között a pszichoanalízisnek is ebben. Itt használtok egy kifejezést, amit nem tudok kiejteni, Nihonjiron, hogyha jól értem, vagy valami hasonló. Nihonjiron. Ami egy törekvés, egy társadalmi törekvés, hogyha én jól értelmeztem, amiről talán érdemes lenne egy pár szót mondani, és arról is, hogy ebben milyen szerepe van a pszichoanalízisnek, mint egy nyugatról átkerült gondolkodási áramlatnak. Nihonjiron, ahogy Krisztián definiálta, az egy olyan kulturális mozgalom Japánban, amelyik azt hangsúlyozza, hogy a japánok unikálisak, hogy olyan nemzet csak egy van, mint ők, és természetesen a pszichoanalízist is úgy tudják felhasználni a japánok, elsősorban a Doi Takeo-nak köszönhetően, hogy ezzel is bizonyítják az amaén keresztül, hogy az amai az csak a japán társadalomra jellemző. Tehát itt is egy empirikus bizonyíték megjelenik, egy újabb építőkő a Nihonjiron hatalmas épületében. Hogy mi mások vagyunk, nekünk van egy nagyon erős identitásunk. És többek között azért is kapott akadémiai berkedbe hátszeret a pszichoanalízis, mert többen úgy tekintettek rá, mint a mítoszoknak az elemzésének a tudománya. És a második világháború után a Kojiki, a régi történetek jegyzéke, amit úgy tanítottak mondjuk az iskolákban, mint itteni keresztény iskolákban mondjuk az Ótestamentumot, a teremtés történetet, abban is van teremtés történet. Nagyon érdekes, hogy a japán teremtés történet az csak Japánt teremti meg, a világnak a többi részét nem teremti meg. És onnan vezethető le a teremtés történet Amaterasu Omikami napistenőtől egészen a mostani császár is, tehát ez egy felmenő ágon. És igen, a mítoszok értelmezése, hogy azt gondolták, hogy a pszichoanalízis, mint egy ilyen hermeneutikus, tehát értelmező tudomány, segíthet ezeket a agyonhallgatott mítoszokat újra a tudományos diskurzusba behozni. És ilyen értelemben hát volt a Shingu professzornak is próbálkozása, az Izanami komplexusnak a behozatala, vagy a Kitayama professzornak az Idaike komplexus. Az Izanami komplexus az a magzat elvesztésének, vagy holtan szülésnek a
kapcsolatos ilyen pszichés problémákat vezet vissza egy Kojikiból egy teremtés mítoszra, az Izanagi-Izanami mítoszára. Az Idaike komplexus, azt fogják ismerni, mert erről már beszélt a Csaba is, hogy ugye a Remete, akit megölt a királyné, az már a anyukája méhében is dühös és gyilkos indulatai vannak az anya felé, és ilyen értelemben az anya számára, amit Lebovici Bebe Imaginaire-nek, tehát elképzelt babának mond, egy ilyen üldöző entitásként jelenik meg, és ez akár pszichózis, pszichotikus állapotokban is lehet ez az üldöző csecsemő. Hát, miközben, hogyha jól értem, a mítosznak a manifest szintjén az anyának vannak gyilkos gondolatai, a cseh magzatával szemben, és hogy talán ez is valahogy projekció. Az anya kivetíti a magzatra. De egyébként összekötik ezt egy buddhista fogalommal, a misunnal, ami szerint minden megfogant lélek gyűlöli a szüleit, mert hogy az ő szenvedélyeik miatt újra végig kell élni egy szenvedésteli életet, és nem hagyják békén, hogy a nirvánában is sok. A Nihonjinról egy mondatot, meg a mítoszokról, hogy a két világháború között ezek a mítoszok, amiket Krisztián idézett, ezek nagyon fontos elemei voltak a nacionalista nevelésnek. És ugye a Japán elveszíti a második világháborút, az elsőben a győztesek oldalán, a másodikat elveszíti, és ott vannak ezek az ősi mítoszok kompromitálva, hogy ez egy ilyen fasisztoid, nacionalista valami. És a pszichoanalízisnek abban is van szerepe, hogy megint meg tudnak jelenni ezek a mítoszok. Ez az egyik gondolat, a másik pedig megint csak a Nihonjinról az, hogy ne felejtsük el, hogy az 1980-as évek végéig úgy tűnt, hogy Japán egy méltó ellenfele az amerikai gazdaságnak. Sőt, ahogyan ma tekintenek sokan Kínára, kínai gazdaságra, ugyanúgy tekintettek Japánra. A japán vállalatok felvásároltak amerikai vállalatokat, Amerika rettegett attól, hogy Japán le fogja lépni. Ez nem történt. És ez hogyan kapcsolódik a ti fejedbe össze? A Nihonjinról? Hát ugye a háború után a Nihonjinról ez, hogy mi mások vagyunk, mint a többi nép. Háború után még úgy jelenik meg, hogy hát ez ilyen negatív dolog, ilyen feudális kötöttségeknek vagyunk a rabjai. És aztán ugye a japán gazdaság felírva, egyre inkább úgy jelenik meg ez a japán különlegesség, hogy nem alsóbrendűek vagyunk, hanem jobbak vagyunk, mint a mondjuk az amerikaiak. És valahogy a pszichoanalízis is ennek egy téglája. Igen, amikor a Doi Takeo fellép, ugye az inkább a 60-as években, válik ő ismerté, akkor ő már ebben a fázisában van a Nihonjinban. Vagy a pozitívumokat hangsúlyozza, a japán előnyöket hangsúlyozza. Az Amairól is azt mondja, hogy ez egy nagyon fontos dolog, ez egy funkcionális elem a japán társadalom működésében, ez egy jó dolog. És ráadásul, hogy az Amai lenne az érzelmi infrastruktúrája a kollektivista társadalomnak. Tehát, hogy azért tudnak annyira jól működni a japán gyárak, a Toyota, a Sony, mert hogy valahogy ezzel az Amai-vel van mindenki párnázva. Ez egy jó végszó, azt gondolom. És körülbelül 20 percünk van még, sőt pontosan 20 percünk a beszélgetésben. Még kinyitnánk ezt a beszélgetést, és bárki kérdezhet a szerzőktől. Két kérdésem volna, hogyha belefér. Az első az, hogy a buddhista gyakorlatban és a tradicionális művészetekben is, ha jól tudom, az én kiüresítése a lényeg, hogy bele tudjunk helyezkedni ezekbe a szerepspecifikus, hierarchikus helyzetekbe, amik nyilván időileg és helyzetileg különlegesek.
És hogy az analitikus pszichológia, a japán pszichológia mit tud kezdeni egy ilyen kiüresített innel, amikor ugye az egyéni élményvilágnak, az egyéni specifikus élményvilágnak van a legnagyobb, egyik legnagyobb hangsúlya az analitikus pszichológiában. Tehát, hogyha szólhatok ehhez, hogy tulajdonképpen először a nyugat számára Ruth Benedict a Kard és Krizantémban írja le a múvá fogalmat, a mú az üresség, tehát hogy azt mondja, hogy ahhoz, hogy valaki jól tudjon mondjuk futószalagon, de akár bármilyen helyen dolgozni, ahhoz a megfigyelő vagy zavaró ént, így fogalmaz, megfigyelő, ki kell rekeszteni, és akkor egyé válok az akaratommal. De hogy ez egy olyan helyzetben, ahol dolgoznom kell, valamit mondjuk tökéletesen csinálom, a japánok rettentően ügyesen tudnak faragni bármit, szóval hihetetlen kézügyességgel rendelkeznek, és egy mester, mert szinte automatikusan megy, legalábbis ezt sokan így gondolják, viszont amikor kilépek ebből a helyzetből, ott újra, hát nem van egy énem, mert nem vagyok gép, tehát akkor visszaengedhetem az énemet, és vannak érzéseim. A japánok nem nagyon szeretnek beszélni az érzéseikről. A Tokdoi Takeo azt mondja, hogy van a legmélyebb szint, a kokoro, arról nem szoktak beszélni. Hát, de azért mégis egy analízisben ez megjelenhet, és az az érdekessége, hogy míg Japánban inkább azok járnak analízisbe, akik ilyen fokozottan individualisták, mert annyit ütköznek a kollektivista társadalommal, hogy a pszichoanalízisben egy analitikus segít nekik ezt a individualistább vonalat vinni. Van japános standard analízis? Létezik? Persze. Hát volt egy nagy botrány, mert ugye az IPA azt mondta, hogy csak akkor fogadja el... Nemzetközi Pszichoanalitikus Egyesület. Akkor fogadja el a saját élményt, hogyha legalább háromszor járnak egy héten analízisben, és ők csak kétszer jártak, és akkor hát meghamisították ezeket az óraszámokat, és valaki ezt elmondta, és akkor egy nagy botrány volt, de hát azon, de van. Hogy van. És ha szabad még a második kérdés, hogy az indulatátvitel, az ugyanúgy megjelenik az, vagy hogy hogyan jelenik meg egy ilyen helyzetben, mert ha jól értem, azért az analízisben is van egy nagyon erős hierarchikus helyzet, akár főleg az elején a terápiában. Erről is van egy fontos írás, ami úgy nevezi, hogy a tanári áttétel. Tehát, hogy az analitikus egyfajta ilyen tanári attitűddel van befogadva az analizáltnak a lelkébe, és ő is valamilyen ilyen tanári attitűddel próbálja segíteni az illetőt, hogy megértse magát. De hát nyilván valószínűleg ennek azért sok rétege van, tehát azért az indulatátétel, biztos vannak ebben kulturális specifikumok is, de hogy nem tudom. Az jutott eszembe, hogy amikor hosszabb a helyszakú, az az analitikus, aki erősen javasolt a Freudnak, hogy itt valami alternatív mítoszt kéne felhasználni, nevezetesen alternatív mítoszát, és akkor Freud így lesöpri, szinte udvariatlan, rövid, kétsoros levélnek válaszol neki, akkor Kosszava el kell beszélni Freudnak az adjacent komplexusáról, mert arra utal, hogy Freud azért negligálja az anya szerepét a nevelésben, a szocializációban, mert valami problémája van. Tehát a hóhért akasztják, szóval, és hogy oké, ez a hierarchikus viszony minden analízisben megvan, a nyugati analízisben is, Japánban még erősebb, de azért úgy át lehet tölni ezt is időként. De pont ugyanígy a Doi Takeo is azt mondja, hogy a nyugatiakkal azért valami nem stimmel, mert hogy nekik amae deficitjük van, és hogy ezért van szükségük egy olyan istenre, aki nagyon sokszor a nyáj, a bárányok metaforát alkalmazza, a zsidóság is alkalmazza, a kereszténység is, mert hogy nekik ez nincs meg a szegény nyugati embereknek, tehát ilyen individuumok, magányosak, elszigeteltek,
és a... Ezt nem értem. Összeszoktató edző? Igen. Keresünk rá egy értelmezést. Van-e más kérdés? Hát egy megjegyzésem lenne, mert én nagyra értékelem ugye a kultúrák összehasonlítását ebben a könyvben, mert végül is az emberi lélek titkát feszegetitek, vagy keresitek ti is, de az itteni beszélgetés, vagy azt sejtem, a beszélgetések viszont arról győztek meg, hogy ez a két horizont nem egyesíthető. Nem tudom, hogy jól érzem-e. Szerintem egyesíthető, mégpedig oly módon, hogy minket szerénységre int, a mi nagy nyugati egónkat egy kicsit szerényebb viselkedésre inti, őket pedig felszabadíthatja. Mert néha folytogató az a kollektív nyomás, ami rajtuk van. Ezzel a módszerrel egyesíthető. Úgy is egyesíthető, hogyha fel tudjuk venni az ő perspektívájukat, ezt kicsit absztrakt szinten mondom, akkor kirajzolódnak olyan előfeltevései a mi kultúránknak, amit egyébként eszünk ágába sincs megkérdőjelezni. Ez az pont, amit etnocentrizmusnak nevezünk, hogy azt képzelje sok ember, hogy ahogy a mi kultúránk, társadalmunk működik, úgy működnek más kultúrák is, de ha belegondolunk, a zsidó-keresztény kultúra az kb. 20%-a ennek a 7,5 milliárd embernek. 80%-a teljesen más kulturális kontextusban él. És feltételezhetően ott is vannak kulturális sajátosságok. Tehát nagyon érdekes az indiai pszichoanalízis például. Valamennyiben? Hát ott például van a Ganesha komplexus. Mondjam el. Hát hosszú, de röviden, hogy a Ganesha, tudják, az elefántorú, és le van törve az egyik szarva, ami a kasztáltságát jelenti, és neki az apukája elmegy messzire, visszajön, anyuka fürdikét, de be akar menni apuka az anyukához, a fia meg nem ismeri fel, hogy az apjáról van szó, és nem akarja beengedni, apuka levágja Ganesha fejét, és jön ki az anyuka, cirkuszol, balhézik, hát levágta le őrült a fia fejét, és akkor mondja, jó, akkor szerzek neki egy új fejet, egy olyan fejet kell találni, ami észak felé néz. És akkor egy elefántnak észak felé néz. Hogy onnan jönnek a jó dolgok? Onnan jönnek a jó dolgok. És levágja az elefánt fejét, és innen van elefánt feje, és sosem, hogy fogalmazok, sosem áll fel az ormánya, mindig illók szegénynek az ormánya, mert... Az elefánt nem szokott ilyen felálló ormánya. Néha szokott. De hát úgy tudom, hogy a szerencsét hoz, hogyha... Na mindegy, a lényeg az, hogy ormánya is lelóg, meg a fél szarva is le van törve, és az ugyancsak így az anyukával van egy ilyen függő viszonyban, egy mamlasz, akinek az anyukája keres feleséget, de szóval ez az anyától való ilyen posszesszív anya, ez az ilyen uralkodó, fiát leválni nem engedő indiai anya. Valamit akartál te is mondani? Én semmit, én csak, hogy te miért vagy ilyen pesszimista, hogy nem találkozhat a két kultúra, vagy nem tudunk egymásra hatni a könyvből, vagy pedig a könyvtől független. Úgy értem, hogy a kultúrák közötti különbségekből tanulunk, és ez nagyon fontos. De a szocializációban mégiscsak a saját kultúránkba növünk bele. Hát igen, és aztán jó esetben pedig megpróbáljuk reflektív módon visszanyúlni hozzá, és kicsit kijönni belőle. Uh-huh. Vagy ez nem lehetséges, szerinted? De én is úgy gondolom, hogy tanulunk ebből, hogy látjuk más kultúrának a lélektanát, és ez szerintem nagyon fontos is, tehát engem nagyon érdekel ez a dolog. Mit gondolnak, hogy a japánok is ennyire nyitottak, hogy rólunk ennyi mindent meg tudjanak? Mondta, hogy mi törekszünk erre, tehát kapcsolódva az előző kérdéshez?
Hát szerintem igen. Hát a japánoktól már az is szép dolog, hogy elkezdtek érdeklődni a pszichoanalízis rám. Meg a japánok mindig a mestertől tanulnak, mit tudom én, a poroszoktól a katonáskodást, a angoloktól a kereskedelmet, az amerikaiaktól az ipart, a németektől a filozófiát, osztrákoktól a pszichoanalízist. De hihetetlenül tehetséges ez a nép abban, hogy a saját képére formálja szinte bármi. De pont ez az, hogy a saját képére. Hát igen, de én szerintem ez a normális visszanyúlás, hogy nem esnek hasra attól, hogy találkoznak valami idegen dologgal, hanem beépítik az identitásukba. Hát igen, olyan ez nálunk az avokádós sushi. Ilyen Japánban nem létezik, de attól még sushi, az avokádót tesznek belé. Tehát, vagy... Kedvencem az avokádós sushi. Hogy ez egy mitosz, meg egy hiedelem, hogy nagyon sok japán azt gondolja, hogy a magyarok és a japánok között van valami, nem csak lelki, talán valami genetikai rokonság. Matolcsi például. Jó, hát ez olyan szempontból jó nekünk, hogy sok turista ezzel a hiedelemmel érkezik ide, meg a Kawai Hayao-ról beszéltünk, a könyve azzal kezdődik, hogy egy pénzérmével álmodik, egy magyar pénzérmével, amelyiknek az egyik oldalán egy taoista filozófus van, és a másik oldalán pedig magyarul van, magyar szöveggel van írva valami, és akkor azt mondja, hogy hát, hogy igen, mert a magyarok olyanok, mint a japánok, hogy hidat képeznek a nyugati és a keleti kultúra között, ahogy a japán is hidat képez az ázsiai, illetve a nyugati euróatlanti kultúra között. Hát ezek, azt hiszem, a japánokra jobban igaz ez a híd szerep, mint iránk. Tehát ez, ha Törökországba jártatok, mindenki azt mondja, hogy a magyarok mennyire szerették a törököket, amikor a török megszállásuk. Vannak ilyen mítoszok. Még van egy-két kérdésre, és válaszolok. Megpróbálom magyarul eldudogni, amit nem tudok jól magyarul, nem elég jól. Az ellentmondásokkal vagyok foglalva. Például mégis ott van a japán etnocentrikusság, amikor Isten csak Japán teremtette meg a teremtés történetében, például, meg hogy jobbak vagyunk, mint mindenki jobban másoknál. Másrészt nyitottak, befogadóak. Ez az egyik. De a másik, ami engem foglalkoztat, az a fantasztikus harmónia, ami megjelent így a beszélgetésetek elején, ami rettentően tetszik, impozáns, jaj, de jó lenne ez a sok harmónia nekünk is. Másrészt eszembe jutott, meg az is, hogy a második háborútól kezditek tovább a történet. Mint a második háború nem lett volna. És az akkori kegyetlenségük a japánoknak, az hogy fér bele ebben a gyönyörű harmóniában? Most... Ja, nem onnan kezdjük, abszolút leírjuk, hogy a... De tudom, hogy csak hogy japánok... többször mondtátok, hogy a háború után, aztán... Hogy... Mandzsúriában, amit csináltak, az rettenetes. De ezt hogy lehet összhangba hozni a többivel, vagy nem muszáj, lehet mondani, hogy... Szerintem ez nem annyira reflektált, mint mondjuk Németországban, Magyarországon se reflektált, valamennyire talán, de hogy egyszer próbáltam erről kérdezgetni embereket, és bezárnak az ajtók, hogy ez a külföldi, ez valami olyan dologról akar kérdezni minket, ami nem összeegyeztethető az önképünkkel. És ugye a Mandzsúriában, ha nagyon-nagyon rákényszerítik a japánokat, akkor elismernek olyan 30 ezer civilt. A kínaiak azt mondják, hogy nem 30 ezer volt, hanem 300 ezer, azért az nem mindegy. De akkor, hogyha ezt a pszichoanalízisre vagy a pszichoterápiára akarom alkalmazni, az egyén, amikor ilyen szélsőséges agressziók vannak benne, akkor ezzel... Akkor mit elmagyarázom.
a sintóban nincsen jó és rossz, hanem tiszta van és tisztátalan. Például említettétek a szepukut, a harakiri, az is egy megtisztít. És ők egy alacsonyabb rendű fajnak gondolták a kínaiakat, és ez tiszta dolog, hogy kinyírni őket, lefejezni. Az amerikaiak nem gondoltak ilyet a japánokról, ugye, de két atombombát rájutottak. Japán ellen elkövették a második világháború egyik legsúlyosabb büntettét az amerikaiak. Arról is kell akkor beszélni. Hát hogyne, persze. De azt próbáltam kérdezni, hogy amikor egy egyéb pszichoanalízisben meg kezelés, és ilyen indulatok vannak benne, vagy akár cselekedetek, akkor azt hogy lehet megoldani, hogyha leesik a függöny, és erről nem lehet beszélni? És hát analízisben lehet. Az analízis az nem az a helyzet, mint a Judit meg a bolti eladó esetben. Ezt kérdezem, hogy tényleg Japánban is meg lehet-e oldani? Vagy a japán kultúra szerint? Persze, hogy meg lehet. Hát ezt nem tudjuk. Egyikünk sem vett részt japán analízisben. Ja, azért neked volna. Hiányzik nekem az a nagy agresszió. Továbbra is csak azt tudom mondani, hogy a második világháború az nem egy kibeszélt, nem egy végig gondolt. Tehát akkor mondok valamit, és akkor megfordítom. Van a Yasukuni szentély, ahol a háborús bűnösöknek vannak a hangvai. És oda a legtöbb miniszterelnök elmegy visz koszorú. És az emberek dühösek, a kínaiak dühösek. És azt mondják, hogy ti nem értitek a japán lelket, mert ezek a Jodo Shinshu valláshoz tartozó emberek, miután meghalnak, egy megtisztulási folyamaton mennek keresztül, és most már tiszta lelket, mondhatni buddhák. Tehát, hogy ők nem arra emlékeznek, aki a háborúban elkövette, amit elkövetett, hanem ennek a megtisztult léleknek az emlékére teszik le a... Hát így lehet önigazolni azt, hogy Horthy sírjára miért viszek, nem tudom, szóval. Köszönjük a figyelmet, és Indriás Istvánnak és Szomár Csabának a beszélgetést. Most a végére értünk az időnek, és lehet látod dedikáltatni, mi is? Persze, hogy nem. Mindenki, hogy itt van lehetőség. Köszönjük. Köszönjük.